Az az igazság, hogy amikor ennyi apróság bejön és kedvel teszi a dolgát, akkor nyilván nekem is sokkal könnyebb. Gyakorlatilag ez tartja az emberben, mit mondjak én, az állandó dinamizmust, hogy minden évben új gyerekek, új kihívás, új kérdés, új dolgok, arra megválaszolni kell. Tehát ha én erre nem válaszolok, akkor azonnal reagálnak, és akkor tényleg teherré válik, de ez így nem történik meg. Nekem végül is az a fontos, hogy akkor működik jól egy óra, hogyha a gyerek nyitott és kérdez. Bármiről kérdezhet elvileg, mert olyan téma nincs, amihez ne lehetne az ő kérdését kapcsolni. Tehát nálam ez a legfontosabb, legyen nyitott, legyen kíváncsi a gyerek, mert én arra azonnal reagálok, és akkor arra mindig valami újat, valami szépet, valamit nézzük meg, mi hogy kapcsolódik. Természetnek a részei összekapcsolódnak, nem lehet fizika órán nézni a dolgokat, vagy kémia órán. Ez az egész egy, amiből szeleteket tanulunk, a fizika pedig pont az, ami összetudja az egészet kapcsolni egy helyre. Minden évvégén látom, hogy a gyerek egy centiből két centivel magasabb lett tudásban. És akkor, mit tudom én, 5-6-7 év múlva visszajönnek, és emlegeti, hogy az az óra, ő emlékszik, hogy ezt itt használta, azt ott használta. Tehát mindig van egy olyan pozitív visszajelzés, még azok a részéről is, akik, mit mondjak én, a középiskolában vagy az általános iskolában úgymond nem szerették, utálták a fizikát. Tehát mindig találnak valami olyan apróságot, ami megmarad, ami fontos volt. Ha semmi más, majd a gyerekénél azt mondja, 6. tudtam segíteni a fiamnak a háziban. Már is megéri. Tehát mindig van pozitív visszajelzés, mindig.